Mosolygos borz a fazékban, ez volt a Székely-Szabari Borzfőző Fesztivál emblémája a hétvégén. Most is jönnek még, hát ugye, mert 4 órától megkérdezik. Roland is hívott meg a pakos Pécsről. Vagy... Ez pedig már a borzhússal teli kondér. Pörköltet készítettek ebből a különleges alapanyagból. A főszakács azt mondja, a borzhúst is úgy készítik, mint a többi vadat. Ugyanúgy, mint egy, akár egy szarvast, akár egy vadisznót csinálnak meg, és a saját levében, erre semmilyen víz nincs öntve, ő a saját levét főzi most. És akkor ezt fűszerezzük egy kis fűszerköménnyel, kis majorannával, ezeket ragjuk bele, sót állítjuk be rajta a kis paprikával, és addig főzünk, meg nem fogod. Semmi különleges fűszer nem Semmi kell különleges bele. Fűszer nem kell bele. Én azt gondolom, hogy minden húsnak meg kell legyen a saját ízének, ugyanúgy szarvasnak, vadisznónak, borznak is. A júnak is, a kecskének, és mindennek legyen meg a saját íze, semmi különleges, ami elveheti az ízét. A borz előkészítés azonban időigényes, csak a színhús maradhat, így minden zsiradéktól, hártyától meg kell tisztítani. Kicsit nehéz a munka vele, mert apró. Kicsi a comb, kicsi a csont, kicsi a hús. Igazából 5-6 kilós borzokról beszélünk, ha megnyúzzuk, lesz 3 kiló csontosak, vagy 4 kiló. És ezeket még mindig ki kell pucolni a hátjától, a zsírtól, fagyutól, minden, ami káros. A készítők azt mondják, sok félreértés miatt visszajognak sokan a borztól, ezeknek azonban nincs alapja. Büdös borzzal hozzák össze, aminek semmi köze nincs. Összehozzák az amerikai borzzal. Így van, semmi köze. Ő európai. Az európai borz az nem büdös? Nem büdös, nincs bűzmirigye. Ő nem tud frecskendezni, ő nem büdös. Neki nincs ilyen, mint az amerikai borznak, vagy ennek a bűzös borz nevezetű. Mesében látott, nagyon fricskeljük és büdösek vagyunk. És mondjuk, hogy borz, és akkor összeszeditek az út mellett. Nem, ez ugyanolyan vad, mint a másik, lövik a vadászok, vagy csapdázzák. Ez ugyanolyan vad, mint egy őz, egy szarvas, ugyanúgy ejtik el. Illetve az elkészítése is hasonló. Régen a főúri asztalok különlegessége volt a borz, mondják a fesztivál szervezői. A mostani alapanyagot vadásztársaságoktól szerezték be, a húsokat állatorvos vizsgálta be, így teljes biztonsággal fogyaszthatók. A pörkölt mellett készült borzburger is. A húspogácsához sertésszalonnát adtak, hogy meglegyen benne a kellő zsíradék. Egyébként egy nagyon tiszta hús, nagyon szép színe is van, az illata is egyáltalán nem penetráns, tehát ugye mi az a baj, összekeverjük az amerikai büdös borzzal a mi borzunkat, és ugye ezért van sokak fejében az, hogy ez egy olyan ellenszenves dolog. Nyilván nincs benne annyira a köztudatban a borzhús, mint olyan, főleg így a magyar konyha tekintetében sem. Viszont hát egy őshonos állatunk, úgyhogy igazából egy próbát abszolút megér szerintem. És érkezett is az első próbálkozó. Nagyon finom. Finom. Mire hasonlít az íze a borzhús? Vad. Ennyi? Vad. Semmi bántó íz, semmi olyan... Nagyon finom, tényleg nagyon jó. Mindenkinek ajánlom. Székely-Szabaron a szombati volt a harmadik borzfőző fesztivál. Mi már többször ettünk borzot, többször főztünk baráti társasággal. A plakáton lévő hármas szám az egy kicsit megtévesztő, mert ilyen nagy volumenben gyakorlatilag az első fesztiválunk. Az első kettő az inkább baráti társaságban történt. Gondoltuk, hogy lépünk egy nagyot, és így lett belül ez a rendezvény. A polgármester azt mondja, mindenképpen egy különleges fesztivált akartak létrehozni, ezért esett a választás erre a vadfajtára. Az önkormányzat főzte, sütötte a borzhúst. A település parkjában pedig több társaság más vadhússal készült, így nem minden étel szólt a borzról.